A kormány megemeli a közfoglalkoztatottak keretszámát, államilag finanszírozott átképzéseket, továbbképzéseket, felnőtt képzéseket indítanak, a Honvédelmi Minisztérium pedig megemeli a szerződéses állomány létszámát, mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, továbbra is legfontosabb céljuk a munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása. A kormány a tegnapi ülésén áttekintette a gazdaságvédelmi akcióterv helyzetét. A támogatási programok elindultak. Munkahelyi védelmi támogatás során 3000 vállalat 44 ezer munkahely megtartására vállalt garanciát. Ez egy hét alatt komoly eredmény. Azt mutatják, hogy a vállalkozások számítottak ezekre a támogatásokra, igénybe veszik ezeket, és cserébe garanciát is vállalnak arra, hogy a munkahelyeket megőrzik és megtartják. És ma ez a legfontosabb a magyar gazdaságban, hogy a munkahelyeket meg tudjuk tartani, illetve hogy ha szükséges, akkor új munkahelyeket tudjunk létrehozni. A vállalkozások számára az Európai Unió lehetővé tette, hogy beruházás ösztönző támogatásokat nyújtsunk. A magyar kormány is ugyanúgy, mint az Európai Unió bármely más kormánya, 800 000 eurós felső küszöbbel. Ennek feltétele az is, hogy legalább ennyit, tehát legalább 800 000 eurót az adott vállalkozás is vállaljon, mint plusz beruházást. Azt tudjuk mondani, hogy az 50 milliárd forintos keretet már is túljegyezték, tehát több mint 50 milliárd forintot tudunk kifizetni, és a kormány dönteni fog ennek a keretnek a megemeléséről is. A beruházások, az új beruházások munkahelyeket teremtenek, és ez pedig lehetőséget biztosít arra, hogy azt a vállalásunkat teljesíteni tudjuk, amit a kormány minden körülmények között teljesíteni kíván, hogy annyi új munkahelyet hozunk létre, amennyit a vírus tönkretesz. A kormány állni fogja a szavát, és ezért hoztunk fontos további döntéseket is a munkafronton és a munkahelyek megvédése területén. Meg fogjuk emelni a közfoglalkoztatottak keretszámát, most kb. 90 ezeren vesznek részt közfoglalkoztatásban. Átképzést, továbbképzést, felnőtt oktatást biztosítunk, amelyet teljes egészében az állam fog finanszírozni. A Honvédelmi Minisztérium meg fogja emelni a szerződéses honvédek számát, amely a fiatalok részére jelenthet lehetőséget a munkavállalásra, és azt szeretnénk, hogyha ezek az új lehetőségek valóban mindenki számára, aki elveszti a munkáját, gyorsan új munkahelyet teremtenének, és a munkahely igénybevételét garantálnák. A célunk az az, hogy azok az igények, amelyek a munkaerőpiacon most megjelentek, különösen a kereskedelmi szektorból, azok gyorsan kielégítést nyerhessenek, tehát hogyha új munkahelyek jönnek létre, akkor mindenkinek van lehetőség arra, hogy mielőbb munkát vállaljon. Ma ugye a jelenlegi szabályok szerint 3 hónapra jár az álláskeresési támogatás, az volt régen a munkanélküli járadék. Azt szeretnénk, hogy ennél a 3 hónapnál hosszabb ideig senkinek nem kellene munkanélkül lennie. Ott, ahol erre szükség van, átképzésre, továbbképzésre, felnőtt oktatásra, ott a kormány ezeket a programokat elindítja, és az ezekkel együtt járó költségeket teljes egészében fedezni fogjuk. Csütörtök reggeli adatok szerint Magyarországon 1966 aktív fertőzött koronavírusos beteg van, 801-en gyógyultan távoztak a kórházból, 383-an pedig elhunytak a betegségben. Hatósági házi karanténban 10.956-an vannak. Szigorú biztonsági intézkedések betartásával védőruhába öltözve léphetett csak be ebbe a Nyíregyháza Sóstó gyógyfürdő idős otthonba a szociális államtitkár. Csütörtöki látogatásának célja ezúttal is az volt, hogy meggyőződjön arról, hogy itt is mindennel rendelkeznek-e és minden támogatást megkapnak-e a járvány elleni védekezéshez. Ilyen szobát megnézhetünk el, hogy milyen. Igen, hát ez az én is. A 100. évében járó Jenő bácsi másfél éve lakik az intézményben, szobáját fotók teszik otthonosabbá. A politikus több másik hálót és egy éppen zajló foglalkozást is megtekintett. Azt tapasztalta, hogy az alkalmazottak rendben teszik a dolgukat, betartják a protokollokat annak érdekében, hogy megakadályozzák a vírus bekerülését és terjedését az intézményben. Országosan már eltérőek a tapasztalatok.
az elsődleges felelősség az mindig a fenntartói, ő az, aki helyben a gondos gazda módjára tud vigyázni a saját intézményére. Ugye vegyes ebből a szempontból a portfólió Magyarországon, az állam, önkormányzatok, egyházak és civilek is tartanak fenn idős otthonokat, mindannyiukra kötelező protokollok vonatkozok az elmúlt időszakban, és az eddigi munkához képest most még élesebb, még terheltebb munka vár rájuk, és ez vélhetően így lesz a következő hetekben is. Az államtitkár hozzátette, minden intézmény köteles gondoskodni saját biztonságos működéséről, az eszközök beszerzéséről, de az állam heti utánpótlással folyamatosan segít ebben az ország egész területén, fenntartótól függetlenül a központi állami keret terhére. Ide is fokozatosan érkeztek az eszközök, de mivel néhány éve ezt a kápolási engedéllyel is rendelkeznek, a minimális felszerelésük már megvolt. Ebben a szobában különítjük el az esetlegesen tünetet produkáló ellátottakat, vagy azt, aki kórházból érkezik vissza, és 14 napra izolálnunk kell. Az intézmény vezetője ismertette, a vírushelyzet elején komoly pandémiás tervet, eljárásrendeket készítettek, a dolgozókat pedig hetente vizsgáztatják. Nem vagyunk egyedül, minden támogatást megkaptunk. A kormányzat támogat bennünket a hetente érkező ingyenes védőfelszereléssel, a hadsereg által nyújtott preventív fertőtlenítéssel, az önkormányzattól szintén fertőtlenítőket kaptunk, a tiszti orvos által kiadott utasítások nagy mértékben segítik a munkánkat, hiszen előirányozzák az összes olyan intézkedést, amelyen megvédhetjük bent lakóinkat. A népegészségügyi vagy élelmezés egészségügyi szolgálattól is minden támogatást megkaptunk, és nem utolsó sorban a saját fenntartónktól, aki mindenben támogatja a munkánkat. A 15 éves bentlakásos idősek otthona egyébként nagyjából teltházzal működik. Jelenleg 54 embert látnak el és gondoznak, akiknek átlag életkora 70 és 80 év között van. Országosan pedig közel 1000 intézményben biztosítják öregek ellátását. Ezekben mintegy 55 ezer időskorú él, rájuk most kiemelt figyelmet fordítanak. A kávézók és strandok mellett hivatalosan hétfőtől az állatkertek is nyitva lehetnek, erre azonban fel kell készülni a gondozóknak is. Az eredeti tervek szerint május 15-én nyitotta volna kapuit a Nyíregyházi Állatpark, a hatalmas érdeklődésre való tekintettel viszont előrébb hozták a nyitást. Az új időpont május 8-a péntek. Addig, sőt, utána is él a segítőjegy akció. Nem csak múlt időben beszélhetünk erről, hanem meghosszabbítottuk a nagy érdeklődésre való tekintettel. Május 28-áig lehet vásárolni, tehát aki szeretne nyári élményeket, tavaszi élményeket, mindenképpen érdemes online megvásárolni ezt a jegyet. Nagyon röviden erről a jegytípusról, a segítőjegy, ez arról szól, hogy amíg zárva voltunk, addig segítséget kértünk, de nem ingyen, hiszen nagyon kedvezményes áron lehetett megvásárolni a jegyet. Mindenkinek egységes 2300 forint kerül, és 12 hónapig felhasználható. Május 28-et online lehet váltani, mindenki arra pozitív, hogy a későbbiekben is megjegyeztetek, hogy életi állatparkban mindenképp. Ez esetben ugyanis egyenlőre marad az egységes jegyár. Természetesen van lehetőség személyes jegyvásárlásra is, ez esetben viszont a normál jegyárak érvényesek. Jó hír azonban, hogy használható a szép kártya. Az újranyitás kapcsán az állatpark gondozói felhívják a figyelmet arra, hogy a másfél méteres biztonsági távolságot a park 35 hektáros területén is be kell tartani. A két legnagyobb állatházat, a Zöld Piramis Óceánáriumot és a Viktória házat is megnyitják május 8-án. Itt és egyéb zárt helyeken kötelező a maszk viselése. Bár a park szabadon látogatható, az állatbemutatókat egyelőre nem tartják meg. Átmenetileg azonban erre is van megoldás. Óriási az érdeklődés, és nagyon-nagyon hiányoznak nem csak nekünk, hanem például a fókáinknak az állatok. Elkezdtünk beszélgetni a tényekkel, hogyan tudnánk, mint a TóTV esetében, a mi világunkat, a csodálatos környezetet elvinni vendégek otthonaiba. És a TóTV mellett álltuk ki az élő adásba. Már nagyon nagy sikerre lement a forkastó, és május 12-én lesz egy wellness fürdés a telefántoknak, amit mindenképpen szeretnék. Az OTV mellett elindult a jogázó program is az Állatpark online felületein.
ahol különböző állati pózoknak álcázott jóga mozdulatokat gyakorolhatnak a nézők. A húsvétot megelőző nagybölt elején még hívek is részt vehettek a templomi szertartásokon. A koronavírus járvány miatt nekik azonban később le kellett mondaniuk ezek helyszíni megéléséről. Hétfőn aztán újabb szakaszába lépett az országos védekezés, amely újabb kormányzati intézkedésekkel, jellemzően lazításokkal, enyhítésekkel járt. Ezek egyike, hogy ismét lehet nyilván a szertartásokat, istentiszteleteket tartani a templomokban. A Nyíregyházi Görög-Katolikus Egyházmegye az állami rendelkezésekkel összhangban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia iránymutatásával dolgozta ki a korlátozások feloldásának részleteit. Feltételekhez kötve nyitották meg templomaikat, hogy továbbra is megakadályozzák a vírus terjedését. Elsősorban van egy életkori szabályozás, amiben azt kérjük, hogy csak 65 évnél fiatalabbak, és egészségügyileg komolyabb kockázatot nem viselő személyek jöjjenek a templomainkban. Már a bejárat esetében is kérjük, hogy előtte beérkezés előtt történjen kétszer-előbejegyzés. Ebben próbálunk mi is segíteni a templomaink, ahol ki is tesszük a fertőtlenítőt, tehát bízunk benne, hogy mindenki, aki érkezik, az hozza a sajátját. A templomban is csak maszkban lehet jelen lenni, mint ugye bármilyen más közösségi téren, gondolok itt a tömegközlekedési, vagy éppen a boltokra. Kérjük azt is a hívektől, hogy egymástól másfél méter, esetleg két méter távolságra üljenek minden második padban. Egy padban csak az egy háztartásban élők ülhetnek közösen együtt. Ezekkel a feltételekkel úgy gondoljuk, hogy talán elindulhat az a közösségi élet, a közös imádság is, ami talán még inkább elősegíti azt a lelki megerősödést, amivel ebben a nehéz időszakban könnyebben tudunk tovább élni és túlélni. A szentetvíztartókat a folytatásban sem lehet használni, a híveket pedig arra kérik, kerüljék az ikonok és keresztek csókolását is. Az áldoztatást az azt végző fölszentett személy mindenkinél külön kanállal végezheti, vagy a forgalomban kapható kis kanalakkal fertőtlenítés forró vízes öblítés után, vagy eldobható eszközök segítségével, amelyeket aztán eléget megsemmisít. A helynök a keresztelések, esküvők, temetések tartására is kitért. Továbbra is kérve van, hogy a lehető legegyszerűbb módon is a távolságokat betartva történjen mindez, sőt, hát igazából keresztelések és esküvők esetében kérjük, hogy amennyivel lehetséges, halasszák is el. Első áldozások kapcsán kifejezetten azt kérjük, hogy miután ez egy szép családünnep, ez egy szép közösségünnep is, ezeket szinte minden közösségünk úgy döntött, hogy őszre tesszük át. Tényleg legyen olyan ünnep, amit a gyerekek megérdemelnek, és méltó és emlékezetes marad számukra. Gyóntatásra pedig úgy van lehetőség, hogy lehetőleg szabad téren is, ha természetesen legalább másfél méter távolságban kell elhelyezkedni. Szabó Tamás elmondása szerint a hívek továbbra is fel vannak mentve vasárnapi templomi kötelezettségük alól. Aki tehát inkább otthonukban követnék a szertartásokat, azt a folytatásban is megtehetik internetes közvetítéseken keresztül. Utóbbiak egyébként népszerűnek bizonyultak az elmúlt időszakban. A helynök szavai alapján kiváló evangelizációs felületként jól működtek, hiszen olyanok is becsatlakoztak ezekbe, akik nem templomlátogatók. Aki viszont a templomban imádkozna, de biztonságosabbnak érzi azt a miséken kívüli időszakban, annak erre is lehetősége van a napközben is nyitva álló épületekben. A szakmai vizsgákra vonatkozó egyedi miniszteri határozat április végén jelent meg. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pedig azonnal nekilátott a vizsgák feltételeinek megteremtéséhez. Gurbáné pap Mária igazgató elmondta, a különös helyzetre való tekintettel a május-júniusi időszakban a fenntartó 10 iskolájában kizárólag írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgákat, valamint gyakorlati vizsgákat tartanak. Az írásbeli vizsgák május 25-e és május 29-e közötti időpontokban lesznek, a gyakorlati vizsgákat pedig május 4-e és június 15-e között szervezzük meg. Természetesen ezeken az írásbeli vizsgákon is a maszkviselete kötelező, gumikesztyű viselete pedig megengedett, és mindemellett 10 fertőtlenítőszert is biztosítunk a vizsgabizottság és a vizsgázók számára, és ugye arra törekszünk, hogy valamennyi vizsgahelyszínen megtörténjenek a fertőtlenítőszert,
megközelítések, előkészítjük a tantermeket. Ugye különös helyzetünkből adódóan a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban két intézményben már hetekkel ezelőtt elkezdődtek a maszkok készítése. A Nyíregyházi Veselényi és a Tiszavasvári szakgimnáziumban készítettek maszkot tanulók, illetve pedagógusok, gazdasági dolgozók, takarítók is. Hasonlóan az érettségihez, az írásbeli vizsgák alkalmával be kell tartani a szükséges védőtávolságot, egy teremben pedig maximum 10 fő vizsgázhat egy időben. Gurbáné Pap Mária hozzátette, nagy kihívást jelent, hogy a gyakorlati vizsgák esetében minimalizálni kell a személyes kontaktusokat, ezért úgynevezett demonstrációs környezetet kell létrehozni a tanulók számára. Ilyen vizsga például mondjuk az ápoló vizsga, ahol most egy demonstrációs tanterembe kerül sor a vizsga lebonyolítására, ahol kórházi körülményeket hozunk létre, vagy hát ahhoz hasonló környezetet próbálunk kialakítani, és itt a szükséges segédeszközök ugyanúgy rendelkezésre állnak a tanulók számára, csak itt most a betegek, úgynevezett torzók vagy betegápolási babák lesznek, helyettesítik a betegeket ezzel a kollégák, vagy például a pincérvizsgánál, ahol most nem lesznek vendégek, akiket kiszolgálnak, képzeletbeli vendégek lesznek, és mondjuk a válaszokat a vizsgabizottság tagjai adják meg természetesen több méter távolságból. Vannak olyan vizsgák, és itt mondani két példát, a kozmetikus fodrászvizsga, ahol ugye modellekre van szükség. Ebben az esetben megbeszéltük a vizsgabizottsággal, a kollégákkal, és természetesen a tanulókkal is, hogy olyan modelleket fognak idén hozni, akikkel egyháztartásban élnek, rokonok, és ahol csak lehet, mondjuk ezekben az esetekben is helyettesítjük a modelleket például babafejekkel. Az igazgató elmondta, a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy a fennálló egészségügyi kockázatot figyelembe véve eldöntsék, részt kívánnak-e venni a vizsgán. Gurbáné Pap Mária arról számolt be, a vizsga kihagyása esetén semmilyen hátrány nem éri a tanulót, hiszen az leghamarabb az őszi vizsgaidőszak alkalmával pótolható lesz. Ingyen hitelhez juthatnak a gazdák az Agrár Széchenyi Kártya folyószámla hitelével, amely a járványhelyzetben biztosít a számukra likviditást. Az elmúlt években 200 milliárd forint értékben helyeztek ki ilyen, de még kamatozó hiteleket a bankokon keresztül. Duplájára emelkedett az az összeg, amit fel lehet használni. Sok mezőgazdasági vállalkozás élt ezzel a lehetőséggel kedvező hitelre. Most ez még kedvezőbb lett kamatozás szempontjából is, illetve fedezet szempontjából is nagy segítséget nyújt azoknak a gazdálkodóknak, akiknek átmeneti problémájuk van, de éltek ezzel a lehetőséggel egy biztonsági szempontból még azok a gazdálkodók is, akik nem voltak egyelőre eddig ilyen helyzetben, mert azért egy ilyen csekély kamatozású egy biztos pénz lehet. Rácz Imre hozzátette, ezt a hitelt felhasználva szezonon kívül jóval olcsóbban tudnak eszközöket és a munkájukhoz szükséges anyagokat beszerezni a gazdák, így várhatóan nagy lesz a kereslet a korábbi 2,5%-os hitelnél is kedvező konstrukcióra. Az év végéig megkötött új hitelszerződéseknél a felvehető hitel maximumát a jelenlegi 100 millió forintról 200 millió forintra növelték, és teljesen kamat, illetve költségmentessé alakították a konstrukciót. Köszöntöm a kedves nézőket! A megye területén igen sűrűn történtek az események mai nap folyamán. Több anyagi kárra járó baleset is történt, illetve olyan esetek, ahova a hatóságnak a segítségét is kérték. Külön említésre méltó az, hogy a megyében nagyon sok bevásárlóközpontnak a nagy parkolójában nap mint nap történnek anyagi kárra járó balesetek, hogy valaki a parkolóból áll ki, mint magánterületről, és nem néz hátra gondosan, és tolatás közben egy másik gépkocsinak ütközik, ami szintén megkezdte a tolatást. Nagyon fontos, hogy azzal is tisztában legyenek a járművezetők, bevásárlóközpontok nagy parkolójában, mindenhol a jobb kis szabály, és erre is nagyobb figyelemmel legyenek. A megyeszékhelyen több roncsautót is elszállítottak az elmúlt napokban, és ma is ezt tették a szakemberek. Így azokat a járműveket, amik rendszám nélkül közterületen vannak, azokat nyilvánvalóan tréler segítségével a közterület felügyelet jelenlétében videóra rögzítve szállítják egy telephelyre, ahol akár a tulajdonos még kiválthatja a gépkocsiját, de legtöbb esetben ezek lejárt műszakival és használaton kívül több éve álló gépjárművekről van szó, amik tulajdonképpen mozgásképtelenek. Nagyon fontos, hogy aki ilyen járművel vagy tulajdonnal rendelkezik, az menjen és jelezze a hatóság felé, és tisztázza a tulajdonjogát. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!
Egy hosszú hétvégén keresztül bízhatott a bajnokság folytatásában a sényői futballcsapat. A Fiumei Viktor Imrő László edzőpáros a kényszerszünet alatt több forgatókönyvet is kidolgozott arra az időszakra, amikor újraindul a sportélet. A kormány elmúlt heti bejelentése után már a következő bajnoki meccs időpontját latolgatták a játékosok és a vezetők, az MLS döntése azonban felülírta a várakozásokat. Hétfőn ilyen derült égből bejelentették, hogy ráadásul nem csak az NB3, de ugye még az NB2 sem folytatódik, valamint az alacsonyabb osztályú bajnokságok, meg az utánpótlás bajnokságok sem. Elég nehezen fogadtuk, úgymond mi is, meg a játékosok is, mert azért még volt 11 mérkőzésünk, egy nagyon jó téli felkészülés állt mögöttünk egyébként, meg még azóta is küldtük a fiúknak a házi feladatokat, amit becsületesen csináltak, és ugye még jó lett volna azért lejátszani a hátralévő mérkőzéseket, de sajnos ugye most az egész történelmet úgy gondolom, meg a világ dolgait is átírja. Sajnos ez a vírus, ez alól sajnos a foci sem maradt ki. A sényői csapat ősszel 16 meccset játszott, tavasszal viszont csak egy igaz győztes mérkőzésen léptek pályára kapacináik. A bajnokság félbeszakításakor a negyedik helyen állt a Szabolcsi Együttes az NB3 keleti csoportjának tabelláján. Ez egy nagyon ilyen csonka rövid bajnokságra sikeredett, ráadásul ugye még nézőjelesen fekünkre, mi csak egy mérkőzést játszottunk, mert rögtön a második fordulóban már szabadnaposak voltunk. Ráadásul elég úgy mondhatom, hogy előkelő helyen vártuk ugye a negyedik helyen a folytatást. Én azért vagyok egy kicsit szomorú, mert úgy gondolom, hogy az addig látottak alapján, meg az elvégzett munka alapján, még lett volna ebbe a társaságba, én azt gondolom, hogy akár még a dobogóra is fel lehetett volna kapaszkodni, meg mondom, nagyon kíváncsi lettem volna még a hátralevő mérkőzésekre, hogy mi sül ki belőle a végén. Bár bajnoki meccset egy ideig nem játszhat a csapat, Sényűn nem eresztették szélnek a játékosokat. Elkezdtük azért ettől függetlenül az edzéseket, ahogy tervben volt eddig is, hiába lefújták a bajnokságot. Természetesen mindig figyelemmel követve és betartva az adott járványügyi törvényeket, intézkedéseket, és próbálunk ennek eleget tenni és megfelelni. És mondom, legfontosabb szempont ugye a játékosok és családjaiknak az egészségének a megvédése, de dolgozni muszáj edzeni, mert ha július vége fel el tudnánk kezdeni az új szezonra való felkészülést, akkor a foci nélkül eltelt időszak az olyan hosszúra tolódik ki, hogy az a nagyon-nagyon sok eddig elvégzett munka akkor úgymond kárba menne, úgyhogy megpróbáljuk addig is ilyen csoportos edzéseket, amíg lehet, meg amíg lehetőség van rá együtt elvégezni. Aztán júniusban tervezünk majd egy kis pihenőt, és ahhoz mérten, hogy mikor fog az új bajnokság kezdődni, megkezdjük majd a felkészülést. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 7-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb, holnap várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!